Csendes, nyugodt, gyönyörű környezet, és még halat is lehet fogni, ez a kövesdi bányató. A területet a Bátaszéki Horgász Egyesület használja és tartja karban. Most egy újabb fejlesztésen dolgoznak, a tóvíz utánpótlását szeretnék megoldani. Most már a célegyenlésben vagyunk, reméljük az augusztusi hónap végére megtörténik a teljes átadás, és a szomszédos kövest patakból fogunk tudni. Csináltunk egy ciszternát, ahol egy kicsit megállítjuk a vizet, megszűrjük, és onnan fogjuk tudni átpumpálni a vizet a tavunkba, mivel sajnos az éghajlat, a szárasság, az oszály minket is nagyon megviselt. Azt lehet mondani, hogy komplet négy évnyi téli csapadék hiányzik a tóból, plusz az asszály és a párolgás miatt. Hát a négy év alatt egy két-két és fél méter vizünk elment. Ami ami azt mondom, hogy bányató révén nem egy eget, rengető probléma, de azért ez a, ez a mennyiség nekünk is már mennyiség, de még így is van 10-12 méteres mélységünk. Ezek ellenére úgy néz ki, hogy a halak még mindig jól érzik magukat itt. Hála Isten, most már a pontjunk elkezdett szaporodni, most már vannak fényképes visszaigazolásunk, hogy vannak 8 kg fölötti pontjaink, és ahogy horgász szokta mondani, kacsa hozta a lábán, amurunk is van valahogy. Harcsánk is most már nődögél, találtak 6-7 kilót meghaladó harcsát, szerintem egy 3-4 hete ha fogták, és, és természetesen, természetesen, az ivadékaink, a ponti ivadékaink, amikre azért vigyázunk is, és etetjük is őket. Igazándiból a beruházás ő miattuk is, és a horgászok miatt is van, hogy minél nagyobb vízfelület, minél szebb legyen, mert ahogy ránéztek a túra, látjátok ezt nagyon, hogy ez, 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 hiányzik, meg nem is olyan szép, meg hát a, a friss víz az kell a halaknak és az oxigén miatt is, meg hát az élő miatt is. Évvégén megnyertünk egy pályázatot, egy 5 millió forintot érő pályázatot, amiben ez a vízutánpótlás a legfőbb, legfőbb beruházás, majd egy fűnyíró traktort még vásároltunk ezen a beruházáson, és mivel ezt az értéket meg kell védeni, és a tavat is, egy kamerarendszer is kiépítésre kerül még ebben az évben. Igazán ez az 5 millió forint ezt fogja fedezni, mert mert valljuk be ezt ezt a saját zsebből költségként nagyon nehéz finanszírozni. Ezen kívül a saját forrásból felhúzott fedett kiülőt is bővítik a közeljövőben. Egy kicsit bővülünk az a, a főző résznek a, a meghosszabbítása, oda egy tároló helyiséget fogunk ö, takarmány, egyéb kiegészítő eszközöknek a tárolására ö, fogjuk megcsinálni a helyiséget. Ezt még, még reméljük a horgász előtt, amit, amit most megragadnak augusztus 27-én lesz, még reméljük, hogy 27-e előtt ö, ezt meg fogjuk tudni csinálni, és, és ö, kész lesz az is. Ezt a horgászversenyt minden évben megrendezik a tagok számára egy kicsit jobban ide akarjuk szoktatni a tagjainkat, mert 700 fő. 700 fő a, a tag számunk, ami, ami civil szervezetként és bátorszaki szervezetként nem kevés, de, de még mindig inkább sokan az élővíznek a a Dunának, a Vindunának a, a szerelmesei, e, és egy kicsit azért még, még, még jöhetnének itt a horgászok, ha nem is sok, de egy kevés még jöhetne, egy olyan 100-120 fő jelenik meg. E, talán el lehet mondani most már büszkén, hogy évről évre egyre jobb a, a, az eredmény, amit fognak a, halaki, fognak a, a, a horgászaink. Tavaly évben már az egymázsát meghaladta a fogott hal mennyisége, Kíváncsian várom, hogy idén mi lesz majd. És természetesen augusztus után nem feledkezünk meg a támogatóinkról sem, és az önkormányzatról sem. Augusztus után, a verseny után egy-két-három héttel szokott lenni egy olyan, hogy támogatói horgászverseny. Igazándiból a támogatóik vállalkozók, akik géppel vagy ö, bármiféle segítséggel ö, szolgáltak nekünk, vagy az önkormányzat akár anyagi, vagy akár erkölcsi segítséggel segítettek nekünk. Őket vendégül látjuk, egy, egy jó hétvégén, egy jó napot Előtünk viccesen elbeszélgetjük az időt, és, és jót főzünk, és ebben telik a délelőttünk. Nem is igazándiból ott már nem igazándiból a, a verseny a lényeg, hanem, hanem a részvétel, hogy együtt vagyunk. Ponyból 20-21 mázsát, csukából 3-4 mázsát telepítenek a tóba évente, de kárászt és keszeget is tesznek a vízbe minden alkalommal. Legutóbb július 11-én folyt itt hal telepítés.